én mindig zavarba vagyok, hogyha eljövök valahova és engem köszöntenek, hiszen én jövök köszönteni a helyi közösség vezetőit, a kedves kollégákat és az egybeült ünneplőket, mert minden ilyen fejlesztés az egy nagyon komoly dolog egy kórház életében, egy közösség életében, úgyhogy nagyon köszönöm mindenkinek, aki megálmodta és aki elhozta eddig. Főigazgató úr megtette velem azt, hogy szerényen rám hagyta, hogy én jelentsem, hogy megvan az eredménye a tendernek, tehát az építéssel kapcsolatos szerződés is aláírják a mai napon, de ezzel földobta nekem a labdát, hogy megköszönjem az erőfeszítéseit, hogy idáig eltolta ezt a projektet. Azt tudom mondani önöknek, hogy egy uniós bürokrácián keresztül áttolni egy ilyen programot, az nem egy egyszerű dolog, és az ember sokszor azt érzi, hogy már több fáradtsággal jár, mint ami eredményt hoz, de higgyék el, én már avattam olyan épületet, aminek az alapkörét is volt szerencsém elrakni. A végeredmény mindenképpen pozitív, tehát nagyon örülni fognak az új falak között dolgozni, a betegeknek sokkal jobb érzés lesz 21.-22. századi körülmények között gyógyulni, úgyhogy még sok munkafáradtság lesz, addig sok erőt kívánok hozzá. Ahogy itt a címekből látszott, ez egy kicsikét a furcsa számok meg a hosszú neveknek az időszaka az államigazgatásban, tehát ilyen hosszú címe van egy ilyen programnak, az már hogy az ember nem is tudja végighallgatni, és már nem is látja a lényeget, de az, hogy jól szervezett, átlátható betegutak legyenek, az, hogy hatékony üzemeltetése legyen egy épületnek, ezek mind azok az alapcélok, amiket általában az egész rendszer keretében szeretnénk érvényesíteni. És ezért is került sor arra, hogy állami kézbe kerültek a fekvőbeteg intézmények, mert azt láttuk, hogy olyan sok részérdek, sok részkezdeményezés, a teljesen az egész országot tekintve különböző megoldások merültek föl, és azt láttuk, hogy egy válság környezetben, egy válság utáni fejlesztésben, újraépítkezésben nagyon fontos az, hogy az egységes szempontok szerint történjen, és ennek a kereteit fektettük le, igen, egy nemzeti egészségügyi szolgálat kereteit fektettük le. Régóta terveztük főigazgató úrral, hogy eljövök a kórházba, és köszöntöm a kórház dolgozóit, szakdolgozókat, beteghordókat, orvos kollégákat, köszöntöm ennek a szolgálatnak a keretein belül, tehát ezért zajlott az államosítás. Külön köszönöm a korábbi tulajdonosnak, hogy látta ezt a stratégiai irányváltást, egy békés átmenetet biztosított, ez az ő együttműködésükkel lehetett csak. Nagyon örülök, hogy sikerült a bürokrácián, az uniós bürokrácián áttolni a programot, és fejlődésnek indul a kórház. Orvosigazgató úrnak nagyon köszönöm a szavait, amik az egységes betegút menedzsmentre, és arra utaltak, hogy a 21. században a technológia, a gyógyászat lehetőségei már nem feltétlenül az alapítók szándéka szerint egy fekvőbeteg intézmény falai között oldhatóak, kezelhetők csak a betegségek. Tehát tényleg így van, hogy egyre inkább abba az irányba megyünk, hogy a lehető legtöbb eseményt járó beteg, vagy alapellátási közegben, vagy egynapos ellátási közegben tartunk jónak kezelni. Ez egy olyan irány lesz a világban is, és a medicinában is, ami egy folyamatos változást, egy folyamatos alkalmazkodást igényel a szakmától. Azt tudom mondani, hogy mentünk volna mi még tovább is az egynapos ellátások irányába való térnyitásban, de ennek két dolog szab akadályt, ahogy Orvos igazgató úr is mondta, az egyéb társadalmi rendszereink érintése, vagy érettsége, az otthonápolás, a fekvőbeteg intézmények, járóbeteg intézmények és az alapellátás kapcsolata, a szervezet betegút kultúrájának a hiánya, az még nem feltétlenül támogatott egy nagyobb volumenű váltást, de szeretném jelezni, hogy az egyik uniós fejlesztési programunk pont a betegút menedzsmentről, a betegút hatékony szervezéséről szól, hogy lekövessük akár egyénre szólóan is, hogy eljutott-e a beteg a megfelelő ellátási, vagy pedig szükségtelen ellátási szintekre tovább hárította az egyes szereplője az ellátórendszernek. Tehát azt akarjuk, hogy a gyógyítási élmény és a
betegút hatékonysága, az mindenképpen a beteg köré szerveződjön. Tehát ebben a tekintetben egy nagyon komoly szervezési munkát szeretnénk elvégezni a következő időszakban. Az ezzel kapcsolatos uniós projektnek a megvalósíthatósági tanulmánya beadás előtt áll, tavasszal indul is a munka. Ebben nagy örömmel ajánljuk fel a kórházaknak majd a részvételét, tehát itt a térségi igazgatóknak a szerepe nagyban megnőtt, tehát az együttműködés, a koordináció és az együttműködés a szerepet fog kapni ebben a fejlődésben. A másik, aminek nagyon örültem, az az elektronikus egészségügyi szolgáltatásoknak az említése. Örülök akkor, hogy a kórház készen áll a maga részéről, mert talán többen olvashatták az újság, vagy többen olvasták is az újságban, hogy megváltoztatjuk a jogi környezetet, és már nem csak a házi orvos, hanem a kezelő orvos hozzáférhet a betege ellátási adataihoz. Igen, egyetértek azzal, hogy a beteg adatainak a biztonság mindenek előtt van, tehát mi sem csinálunk olyat, hogy kivisszük az egészségügyből a felhőt, vagy a felhőben tárolt adatokat, és nagyon helyes, hogy a kórházban van a betegek adata, de az rendkívüli hatékonyság növelő szempont, hogyha a házi orvos ehhez hozzáfér, látja, nehogy is nem rendel fölöslegesen is ismételt labor ellátás, vagy a kezelő orvos bármelyik másik intézményben találkozik a beteggel, akkor hozzáfér a laboratóriumi adatokhoz, vagy az egyéb diagnosztikai adatokhoz. Egyébként vannak már olyan kereskedelmi megoldások, amik ezt lehetővé teszik. Azt tudom mondani, hogy ezen a héten van az egyeztetés a medikai rendszerek szállítói, a GEMSZI és az OEM között, ahol elemzik azt, hogy mik az adottságok jelenleg, és hogyan lehet már a jövő év első negyedévétől kezdődően, nem megvárva az IHS beruházásainak a végleges befejezését, tehát hogyan lehet már a mostani eszközökkel is ezt a hozzáférést biztosítani. Úgyhogy nagyon örülök, amit hallottam, és a kollégáknak majd jelzem is, hogy azt hallottam gyöngyösen, hogy megvan az akarat, hogy ebben az irányban fejlődjenek tovább, mert keressük azokat az élenjáró kórházakat, akik minél előbb át szeretnék ezt ültetni a gyakorlatban. Ugye voltak ezek a korábbi uniós fejlesztések, amik hamvában, hambukban voltak, és nem érték el az adatok összekötését. Most a jogszabályi környezet előáll, a salátatörvény ezt elrendezi, tehát azt lehet mondani, onnantól kezdve, amikor ez hatályba lép, onnantól kezdve nem szabad a gazda, hanem szervezett formában lehet az adatokhoz hozzáférni. Ez azért fontos, én nem tudom, hogy önök között van-e olyan, aki látott már ilyet. Magyarországon ez még annyira nem elterjedt, de a különböző közösségi weboldalakhoz hasonlóan vannak ilyen egészségügyi közösségi weboldalak is, ahol arra a maguk adatait önkéntes módon feltöltők a legbizalmasabb egészségügyi adataikat megosztják. Na most ezek általában magántulajdonú, sőt van úgy, hogy szoftverfejlesztő cégek által tulajdonolt weboldalak, ahol, amikor vagy ezek által felvásárolt weboldalak, ahol ugyanúgy, ahogy mondjuk egy ilyen kereső oldal, egy nagyon elterjedt kereső oldalon, hogyha tagként regisztrálunk, akkor célzott hirdetésekben részesülünk. Ugyanígy elkezdték ezeket a célzott egészségügyi vagy gyógyszermarketing lépéseket, tehát mi magunk, amikor egy ilyen honlapra regisztrálunk, feltöltjük a krónikus betegségünk alakulásával kapcsolatos adatokat, akkor igen, részben kapunk egyfajta életvezetési tanácsadást valamilyen komputer mögött ülő klinikustól, vagy egészségügyi szaktanácsadótól, vagy népegészségügyi szakembertől, de azon nyomban termékké válunk, amit a különböző marketing célokra értékesítenek. Na most versenyt futunk az idővel, azt hihetetlen sebességgel alakulnak ezek a világhálón a közösségek. Versenyt futunk az idővel, hogy a magyar egészségügyi szolgálat az elektronikus egészségügyi szolgáltatásokban szintén autentikus legyen. Tehát azt kívánjuk előállítani, hogy a magyar házi orvos, a járóbeteg orvos, a kórház legyen az autentikus elektronikus szolgáltatója az egészségügyi szolgáltatásoknak. Ez alapjaiban fogja megváltoztatni az egészségügyi ellátást a világban és Magyarországon. A mobil eszközök használata olyan elterjedt, hogy lassan átlépi a kritikus tömeget, tehát fogjuk tudni a távkövető diagnosztikára használni azokat a mobil eszközöket, amiket jelenleg csak kommunikációra, telefonálásra használunk. Tehát egy olyan fejlődés előtt állunk, ami
ami alapjaiban meghatározza majd a jövő gyógyászatát. Úgyhogy ez egy nagyon jó vonal, erre egész biztosan lesznek Brüsszel közvetlen uniós erőforrások is, úgyhogy én oda fogok figyelni, hogy a Gyöngyösi Kórházat, hogyha már saját erőből eddig kigondolta a rendszerét, akkor vigyük a teret nyissuk a kezdeményezéseiknek. Ott tartottunk, az IHS megoldásoknál tartottunk, ami az orvosok életében is egy olyan változást hoz, hogy igazából lesz majd egy olyan jelszavuk, amivel ezeket az adatbázisokat vagy a szakdolgozók életében is változáshoz, mert lesz egy olyan hozzáférésük, amivel ezeket az adatokat kezelhetik, tehát megnövekszik az igény, hogy még mindannyian regisztráltak legyünk és a nyilvántartásban ott legyünk, mert ez a szakma gyakorlásának számos jogát befolyásolni fogja, úgyhogy ebben a tekintetben is, például az emberi erőforrás nyilvántartás területén is megyünk előre. Egy olyan adatbázist örököltünk meg, hogy nem tudtuk, hogy ki mely szakvizsgálval aktív, vagy ki nyugdíjas. Egyszerűen mindenki ott benne volt egy kupacban, és úgy próbáltuk meg. Szörnyű, most már nagy lépéseket tettünk arra, hogy tudjuk, hogy hányan dolgoznak különböző beosztásokban, de azzal, hogy például célzott állásajánlatokkal meg tudjuk találni a kollégákat, mielőtt éppen azon gondolkodnak, hogy máshol keresnek munkát, más rendszerben keresnek munkát, azért ezen a vonalon is sokat kell előrelépni. Külön köszönöm ezt a minőségügyel foglalkozó gondolatát is orvosigazgatónak. Ez levezethető a gyerekversnek annak a tanulságára, hogy máskor vert be jól a patkószeget. Ennél nem bonyolultabb az egészségügyben sem a minőségügynek a megközelítése. És tényleg így van az, hogy a magyar egészségügyi ellátásnak a színvonalát vagy a hozzáférhetőségét akkor tudjuk igazán megítélni, ha egy időt eltöltöttünk külföldön. Tehát az, hogy én nekem amerikai ösztöndíjas tanulmányaim alatt a súlyos gerinc problémámmal mondjuk egy 10 napba tellett, amíg egy nem orvos végzettségű vizsgáló megvizsgált engem. Vagy a kollégámnak 3-7 éve telt, amíg a házi orvosához eljutott Londonban. Vagy amikor elmondják a régóta külszolgálatban levő diplomaták, hogy náluk az egészségügyi szolgálatot úgy hívták, hogy malév, tehát hogy repültek haza, hogyha valami gondjuk van. És tudom, hogy a válság és a számos dolog azért sok sebet ejtett ezen az ellátórendszeren, de olyan értékeket, olyan egységes szervezési értékeket őriz még most is, hogyha azt nézzük, hogy 2002 és 2006 között 1000 milliárd volt az EALAP-nak a hiánya, nem tudom hány százalékos, 6-7 százalékos inflációval, 6-9 százalék közötti költségvetési hiánnyal működött akkor az ország. Most van egy egyensúlyban, némi konszolidációt is lehetővé tevő, enyhe többletben van az egészségbiztosítási alap, az infláció 2 százalék alatti, a hiány 3 százalék alatti. Hogyha valaki látja, hogy ezek az erőfeszítések makroszinten és ilyen eredményeket hoztak, akkor tudják, hogy innen van fölfelé. És ennek a bizonysága is volt az, hogy sikerült kétszer bértemelnünk. Külön öröm, hogy a közszolgálati egészség keretein belül ezt visszamenőleg meg tudtuk oldani annak a három intézménynek, ahol a kiszervezett működtetés vagy kiszervezett üzemeltetés miatt ez nem volt jogilag egyértelmű, nem lehetett ezt egyértelműen biztosítani, úgyhogy külön örülök, hogy ezt meg tudtuk oldani. Bízom benne, hogy folytatni tudjuk, és nagyon köszönöm az erőfeszítéseiket, és hogy kitartottak az egészségükben. Jó munkát és sok energiát a fejlesztés végigcsinálásához. Köszönöm szépen! Honnan kezdődik a bontás? A tervünk